Sziasztok! Ismét jelentkezik a Maheszti TV. Mai aktuális témánk a Holdfény lányai hastáncverseny, hiszen ma zajlik a verseny. Sziasztok! Akkor légy szíves, megkérlek titeket, hogy mutatkozzatok be, és hogy melyik csoporttól vagytok. Zsuzsának hívnak, és a Keret Varázsa Dahab csoportjától vagyunk. Adri vagyok. Barbara. Erika vagyok. Hanyadik alkalommal vesztek részt a Maheszti hastáncversenyen? Mi először jöttünk ide. Szerint igen. Mit tapasztaltok? Milyen a Maheszti hastáncverseny, mondjuk a többi versenyhez képest? Gondolom rutinos versenyzők vagytok, hogy láttok-e valami? Nem? Nem vagytok rutinos versenyzők? Nem. Inkább akkor gálákon szoktatok felépni. Oké, akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy milyen hangulatot láttok, vagy éreztek például az öltözőkben? Milyen a hangulat? Pezseg. Nagyon jó. Konkurenciaharcot éreztek-e? Így a lányok? Nem, nagyon. Már itt tartunk, hogy figyelitek a többi lányokat, vagy igazából teljesen csak magatokra koncentráltok ilyenkor? Hát a tánc előtt azért magunkra koncentrálunk, szerintem mindenki, nem a többieket figyeli. De egyértelmű, hogy figyeljük, tehát azért nézzük, hogy ki mit. Mit tanácsolnátok a lányoknak? Vagy ti hogyan készültök fel egy versenyre? Mennyi idő alatt és milyen mód? Hát sokat gyakorlunk. Plusz órákat veszünk. Hónap körülbelül egy versenyre való felkészülés? 3-4 hónap körülbelül. Formában. Intenzív, igen. A ruhákat ti magatok tervezitek? Ezt igen. És akkor ez egy szájdi, ugye? A vezetőn készít, és azért a tervezés meg közös, ugye megbeszélés. Mi a jó a versenyben? Mit gondoltok? Tehát miért jó egy verseny? Nem jó a verseny. A verseny. Szájtatás, hogy hol tartunk, azt tudjuk. Nem kis plusz energiákat? De igen. Szerintem igen. És maga a verseny fontos, vagy a helyezet? Helyezés? Az, hogy megpróbáljuk magunkat, hogy hol tartunk egyáltalán a táncba. Igen, igen. Részt vennétek, vagy részt vesztek-e jövőre is? Valószínűleg jövünk.